sütiket csinálunk, tökszék marcipánokat, meg minden egyéb. Meg hát finom. A 2023-24-es tanévben változatlanul 15 szakmát indítunk, ugyanúgy szerepel a technikumi 4 képzésünk sorában az országban elsőként indíthatott okleveles közszolgálati technikus képzés. Ennek most már jól körvonalazódnak a képzési feltételei. A 11 szakképzőiskolai szakmánk 3 éves képzést igényel a diákoktól, ebben van vendéglátás, van gépészet, van építőiparral kapcsolatos szakma, közlekedéssel kapcsolatos szakma. Gyakorlatilag azt a szakmai kínálatot ismerhetik meg az érdeklődők, ami most már több éve jellemző a Kóskároly Technikumra. Egy folyamatos bővülés figyelhető meg az elmúlt 6-7 év tekintetében. Mind az érdeklődők, tehát a nyíltabb és a nyitott műhelyek regisztrációja ezt támasztja alá, mind pedig a bejutott tanulók száma. Az elmúlt 4 évben 300-zal lett magasabb az iskola létszáma, most értük el azt a mennyiséget, közel 1000 tanulónk van, ahol megállt kell parancsolni az iskola bővülésének, de változik folyamatosan az oktatási struktúra némelyik része, ezért ez a 8-900 fő körüli létszám fog azt gondolom hosszú távon működni majd az elkövetkezendő évtizedekben. Ráindítasz, mindig a másikkal indíts rá ezzel így, utána nyomod ki, legyomod ezt, és utána ebben ráindítál. A sláger szakmák változatlanul azok, amelyek jól fizetett szakmák, vagy amit a médiában különböző kettcsináló műsorokkal megismernek a szülők és a diákok. A vendéglátás változatlanul népszerű, ez a regisztrációnál is kiderült. Az idei regisztrációban kértük, hogy az érdeklődésű köröket is jelezzék, hogy melyek azok a szakmák, amelyekre igazából kíváncsiak. És itt a vendéglátás viszi el a pálmát a 3 éves képzésben. A technikumi képzés kiegyenlített, tehát ott a kereskedő és webáruházi technikus, a vállalkozások ügyvitel ügykezelője, vagy a közszolgálati technikus, gépjárműmechatronikai technikus hasonló érdeklődési körre számíthat. A lézernek a vonalában jó. Először is megcsinálom ugye az érettségit, utána hát festőmázló vállalkozást szeretnék indítani. Édesanyukám meg nevelőapum, ők ipari alpinisták, ők is vállalkozásuk van, és én pedig festőben szeretném vállalkozást indítani. Nem szeretem nagyon a lányos szakmákat, meg ez megtetszett. Nagyon szeretem ezt a szakmát, a mesterem az nagyon jó, az osztálytársaim is, a fiúk nagyon jól vannak velem, tényleg mint egy hercegnővel. Szerintem sikerült beilleszkednem. Én a vízszintes múlnak sincs. Jobb oldal, bal oldal, mindkét oldal.